Komoly gondot okozott a Nauka kutató érkezése a nemzetközi űrállomáson. A több funkciós orosz egység csatlakozása rendben zajlott, de aztán váratlanul beindultak a hajtóművei, ezért az űrbázis elmozdult a helyéről. Az űrhajósoknak időbe telt, mire úrrá lettek a helyzeten. A NASA végül is arról tájékoztatott, hogy az űrállomás 45 fokkal elfordult kijelölt pozíciójából, de az Vezda modul és a Progress teherűrhajó hajtóműveinek beindításával sikerült visszafordítaniuk eredeti helyzetébe. Senkinek sem esett baja, és minden normálisan működik, így tudja az orosz és az amerikai irányítóközpont is. Ezzel együtt az űrhajósok csütörtöki menetrendjét felfüggesztették, és négy nappal elhalasztották a Boeing Starliner nevű űrhajójának felbocsátását. Azt, hogy miért indultak be a Nauka hajtóművei, vizsgálja az orosz űrkutatási hivatal.